gyorsabban. Közszínrététetik, hogy e napon vásár tartatik. Lesz sok új és lesz sok régi, elsősorban ami népi. Ügyes kezek szép munkája, bevőt néző szívvel várja. Igazi vásári forgatage alakult a Herman Ottó általános iskola udvarai napra, a Budatétényi Polgári Kör Szent Mihály napi rendezvénysorozatának következő állomásaként. Az immáron 19. alkalommal megtartott vásárt Szepesfalmi Anna alpolgármester nyitotta meg ünnepélyesen. Szent Mihály napi vásárt ezennel megnyitom, úgyhogy szabad a vásár, mindenkinek jó mulatást, jó szórakozást kívánok! 20 esztendővel ezelőtt, amikor ezt a Budatétényi Polgári Kör, illetve hát itt dolgozó kollégák ezt elkezdték, akkor a népi hagyományoknak a megőrzése volt célul kitűzve, és itt mindig el kell azt mondanom, hogy Budafok, Budatétény, sőt, hát azt hiszem Nagytétény is, ugye a svábok által betelepült falu volt, és itt ugyan annyira nem tudjuk ezt kiemelni, inkább magyar hagyományokat próbálunk megőrizni, de mi büszkék vagyunk arra is, hogy itt Budafokon, a 22. kerületben svábok éltek, élnek most is. A hagyományőrzés jegyében népi ételeket kóstolhattak az érdeklődők, de kipróbálhatták magukat olyan régi mesterségekben is, mint például a kovácsolás. A játék mellett széles kézműves termékválaszték is várta a látogatókat, amelyet a gyerekek saját készítésű áruikkal bővítettek. Hát én ilyen agyag állatokat készítettem, meg ilyen Harry Potteres varázspálcákat. A testvérem készített ilyen zörgőket, meg hűtőmágneseket. Csináltunk levendula buzogányt, csináltunk ilyen figurákat, csináltunk csipeszből egereket, dobozból bagolyt, és csináltunk minyont, meg rózsát. Én bevallom, hogy ötleteket szoktam itt meríteni, tehát megfigyeljük, hogy ki mit csinál, és lehet, hogy következő évben mi magunk is előrukkolunk egy hasonlóval, de nagyon szép dolgok vannak, tehát nagyon szép ilyen könyvjelzőket láttam, úgyhogy érdemes körbenézni. Igazából ennek az iskolának ez egy profilja is a ezen belül, a népi hagyományok őrzésén belül, a kézművesség, kézműves szakkörök. Mi az, amit a legjobban élveztek ebben, amikor itt vagytok? Hát, mikor így jönnek a vevők, és így vásárolnak.